Míg korábban főként intézmények, ma már magánemberek is egyre többen használják villamos energia előállítására a napsütést. Az elmúlt 3 évben majdnem 2700 háztartási méretű kiserőmű kapcsolódott be az NKM áramhálózati Kft. Rendszerébe. Szegeden 2015 óta összesen 378 háztartási napelem erőművet kötöttek be a villamos hálózatba. A jelenlegi éves felhasználásomat körülbelül egy 30%-kal magasabb szintet termelni képes napelemrendszert választottam, és én úgy gondolom, hogy ez gyakorlatilag igen minimálisra fogja venni a villanyszámlámat, és a gázszámlámat is csökkenteni fogja ezáltal, mivel nyilván át fogok árni egy olyan rendszerre, hogy a fűtésem is inkább villanykazányról megy, nem gáz lesz a konyhában a gáztűzhely, hanem egy villanytűzhelyet, kerámia lapot vagy indukciós tűzhelyet fog beszerelni. A napelemes rendszerhez ad-vesz mérőórát szerel fel az áramszolgáltató. A háznál megtermelt, de éppen fel nem használt áramot beküldik a hálózatba. A készülék méri a betáplált energiát és azt is, amit az ügyfél máskor a hálózatból elfogyaszt. Az elem nem csak a szikrázó napsütésben termel energiát, hanem a szórt fényben is. Egy családi házra telepített, jól megtervezett napelem erőmű átlagosan 1,5 millió forintba kerül, és a szakértők szerint az élettartama fele alatt már visszahozza az árát. A mostani árakkal számolva, áramárakkal számolva körülbelül 8-10 év közé tehető a megtérülés. Persze, ha ez van esetleg valamilyen állami támogatás vagy pályázati lehetőség, akkor az akár megfelezheti ezt a megtérülési időt. Magánemberek, társasházak és lakásszövetkezetek 10%-os önerő mellett már kamatmentes hitelt is igényelhetnek 20 éves futamidővel napelemre. A kormány 2015-ben még termékdíjat, sokak szerint büntetőadót vetett ki a napelemekre, de tegnap Lázár János már azt mondta, hogy támogatják az ilyen erőművek létesítését. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint 10 év múlva a hazai villamosáram felhasználás felét megújuló energiaforrásokból kell előállítani. Ezért tervezik, hogy összesen 3000 kis teljesítményű, fél megawattos napelempark építéséhez nyújtanak majd kedvezményes állami hitelt, és mellé áramfelvásárlási megállapodást gazdálkodóknak és földtulajdonosoknak.